Tehát a görcsoldásnak alapvetően két terápiás lehetősége van, az egyik maga a görcsoldó, a másik a fájdalomcsillapítók. A görcsoldó csoportban számos nagyon régi készítmény található, ezek közül egy új sorozat jelent meg egy jó pár évvel ezelőtt a piacon, aminek az a különlegessége, hogy ezen görcsoldó készítmény, a hatóanyag a hioscin-butilbromid, szerkezete olyan, hogy nem tud átjutni a véragygáton, és a szokványos görcsoldók által leggyakrabban okozott mellékhatásokat, így például a görcsoldószer bevételét követő émeigés, hányinger, hányást nem tudják produkálni. Ezzel szemben a hatás meglehetősen erős, mert olyan területen választódik ki, részben a gyomorbélrendszerben, részben kis mennyiségben a vizeletelvezető rendszerben, ami ezen a területen egy rendkívül tartós, biztos hatás elérését biztosítja. Ezzel szemben a hagyományos görcsoldó készítmények, mint a papaverin, drotaverin, ezeknek sajnos szisztémás mellékhatásuk van, mert átjutnak a biológiai membránokon, bejutnak a központi idegrendszerbe, hány ingert, hányást képesek előidézni, de ugyanúgy a szisztémás keringésbe jutva például értágító hatással rendelkeznek és elájulnak. És hát borzasztó kellemetlen az, hogyha egy menstruációs görcsre bevett készítménytől a beteg a végén hány vagy akár kollabál összeesik, mert leesik a vérnyomása. A másik hatástani csoport a fájdalomcsillapítók. Itt a fájdalomcsillapítókat aszerint választja meg az orvos, ha orvos választja, hogy milyen heves fájdalommal, milyen súlyos betegséggel állunk szembe. Arra azért fölhívnám a figyelmet, hogy a konvencionálisan patikába vén nélkül kapható fájdalomcsillapítók egy jelentős része, jelentős gyomorbélrendszeri, illetve vizeletelvezető rendszeri vese mellékhatással rendelkezik. Például gyomorbélrendszeri vérzést képesek előidézni, így bizonyos hasi fájdalmaknál, főleg akkor, hogyha a gyógyszert bevevő beteg anamnézisében esetleg fekélybetegség van, kifejezetten kerülendő ez a hatástani csoport. És ugyanígy a fájdalomcsillapítók egy részénél arra is figyelni kell, hogy a májba elbomolva, akkor, ha a beteg nagy adagot vesz be, és valljuk be, hogy a hasi fájdalommal érkező betegnek bizony időnként kapkodja a gyógyszereket, hogy megszűnjön a veseköves, vagy mondjuk az epeköves görcse, elérhet egy olyan dózis szintet, ami fölött kötelezően akár elég súlyos májkárosodást képes kiváltani a szer. Tehát mindenféleképpen arra hívnám fel a figyelmet, hogy a vén nélkül kapható szerek közül a patikustól tájékozódni kell a mellékhatások tekintetében, és itt elsősorban a fájdalomcsillapítóknál szíveskedjenek ezt figyelembe venni, és alaposan utána kérdezni. Hála Istennek a görcsoldóknál, és ezen belül a hioscin-butilbromidnál ilyen mellékhatás profillal nem rendelkezünk. Köszönöm.